jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság egyik legkeletibb védett területén vagyunk, a Kaszonyi-hegy természetvédelmi területen. Ha már itt vagyunk a Kaszonyi-hegyen, akkor nagyon fontos, hogy azokat az őszi munkákat, azokat a természetvédelmi kezelési munkákat, amiket ilyenkor ütemezetten végezni szoktunk, abba laikus embereket, lelkes természet iránti rajongással bíró embereket is be tudjunk vonni, ezáltal egy kicsit részessévé váljanak ennek a természetvédelmi kezelésnek, ezeknek a fajoknak a megőrzésében. A beavatkozás, a konkrét beavatkozás az nem más, mint a gyalogakác, az akác eltávolítása kézi módszerekkel. Más módszerrel, mondjuk traktorral, munkagépekkel nem tudnánk jelenleg elvégezni, és épp ezért volt fontos, hogy nem csak most, hanem a korábbi években is azokat a kezelési módszereket, ami kézi munkát igényelnek, azokat most egy nagy csapat segítségével végezzük el. Számomra a természet az egyik legfontosabb az életemben, ugyanis gyerekkorom óta nagy túrázó vagyok, és nagyon aktívan járok, én is, illetve a családom is. Az, hogyha én kint vagyok a természetben, az egy aktív feltöltődés, és hallgatni a madarakat, vagy épp azt, hogy csönd van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ilyen sokan összegyűltünk ma itt, mert sok embernek a kis munkája is egy nagyon nagy dolgot eredményezhet. Kifejezetten örültünk annak, hogy a Varázslatos Magyarország aktivistái eljöttek ide az Isten háta mögé, a Kaszonyi-hegyre, az ország egyik legkeletibb régiójába, és itt aktív munkával részesei lehettek ennek a természetvédelmi kezelésnek. A Varázslatos Magyarország a természetfotós pályázati tevékenység mellett egy nagyon erős természetvédelmi tevékenységet is kidolgozott, és minden tőle telhető eszközzel támogatja a nemzeti parkok, magyar nemzeti parkok munkáját. Délután folyamán megnézzük a Kaszonyi-hegy jellemző élőhely típusait, illetve megnézzük az itt már felhagyott kőbányát. Ez a kőbánya 2008 óta nem üzemel, a természetvédelmi terület szerves része. Itt ugye olyan fajok találhatók, amelyek emlőkosak és ide jellemzőek. A szabadidőmben igyekszem minél többet kijutni a természetbe, és egyrészt a természetet figyelni, és ezt követően pedig a természet szépségeit megörökíteni. Alapvetően természetfotózással foglalkozom, és úgy gondolom, hogy a természetfotózásnak egyre inkább össze kell olvadni, össze kell kapcsolódni a természetvédelmi tevékenységekkel, és ennek jelenleg egyik módja, lehetősége volt, hogy a Nemzeti Park területén végzett munkákba besegítsek, és ezáltal élőhelyeket őrizzünk meg. Bízom benne, hogy senkinek nem szekte kedvét, hogy ide majd visszajöjjön, és ha nem is dolgozni, de egy kirándulás keretében még jobban megismerje ezt a tájat. Remélem, hogy turistaként, vagy csak ide látogatóként is fogunk még találkozni.